A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Ma este három tudósítással várom Önöket. A Jancsárkert őstermelő és biópiac fontos szerepet tölt be városunkban. Utána jártunk, milyen a kínálat. Sósz Györggyel, a piacot kezelő egyesület vezetőjével beszélgettünk. A piac hagyományosan szombaton teltházzal működik, azt látjuk. Nagyon sokan vannak, nagyon sok a vásárló, az eladó nem különben, a minőség az nyilván változatlan, ennek is köszönhető a népszerűség. Ugyanakkor menjünk végig, hogy ebben az időszakban mennyit változtak az árak, milyen a kínálat. Kezdjük talán a hús termékekkel. Változatlanul itt vannak azok az őstermelők, azok a háztáji termelők, akik most már közel 10 év óta járnak a piacra. Tehát azt kell mondani, hogy Ebben a tekintetben nincs változás, viszont fontos tudni, hogy ők családi méretű vállalkozások, és igyekeznek egy családi méretekben legfeljebb egy-két kisegítővel az állattartást és a húsfeldolgozást is megoldani. Most például az egyik termelőnek a fia értékesít, tehát a méretek nálunk eléggé szűkek, és ennek megfelelően nincs probléma a munkaerő megszerzéssel, a bérek kifizetésével. De viszont ez behatárolja az, hogy nem lehet itt kirobbanó nagy mennyiségi növekedésekre számítani. Nyilván nekik is megvannak a gondjaik, hiszen az állatok növeléséhez szükséges takarmányárak emelkedtek lényegesen. Most legutoljára a szójánál említették, hogy 50%-kal emelkedik. A húsfeldolgozáshoz esetenként szükség van gázra, az elektromos áram mellett itt is jelentkeznek problémák, de viszonylag azt kell mondani, hogy az elmúlt hónapokban is szolidár emelkedés volt a háztáji termelők körében. Ez olyan 10-15%-ra mondható, hát szolidnak, csak a többi áremelkedéshez viszonyítva lehet ezt a megállapítást tenni. A hústermelés vonatkozásában, kínálatban, választékban ebben az évben biztos, hogy még további javulás várható, hiszen felfut az adventi vásárok, a karácsonyi forgalom. Áremelkedésre nem számítanak a termelők, kivéve akkor, hogyha tovább növekednek mondjuk a takarmányárak, vagy az energiaszámlákat, ahogy kapják hónapról hónapra, valami nem kényszeríti őket esetleg további emelésre. De itt jelentős változásra és a kínálatnak egy bármilyen szűkülésre nem számíthatunk. Tehát ez vonatkozik a kolbász, hurka, szalonna, töpörtjükre is. Igen, egyértelműen a füstölt áruk, a feldolgozott áruk vonatkozásában igen, ez a helyzet. Akik nagy üzemben termelnek, és volt egy ilyen partnerünk, akik túllépték a családi vállalkozás kereteit, náluk ez már gondot jelentett, és kicsit átgondolták a bolthálózatoknak a csökkentését. Hát szintén egy nagy családi vállalkozásról van szó, de mégis több alkalmazottal. Nálunk viszont a háztáji méretekben meg tudják találni az egyensúlyt a költségek és az árbevétel, a termelési feltételek és az értékesítési feltételek között. Tehát tudjuk tartani ezt a szintet, és ki tudjuk szolgálni a piacra érkező vásárlókat. Fontos kérdés a zöldségek, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a friss zöldség kelendő volt mindig is, és úgy látszik, hogy a választék természetesen nem változott, de miként változtak az árak? Az árakban volt az elmúlt hetekben némi emelkedés, és elmondásuk szerint nem kizárt az, hogy még ebben az évben, attól függően például, hogy a műtrágyárak, hogy változnak, vagy milyen energiaszámlákat kapnak, hogy valamilyen kisebb mértékű emelést. Nem is általánosan, de bizonyos zöldségfajtákra, például a káposztára vonatkozóan jelezték, vagy például tormából elég nagy hiány van, ez az asszállyal függ össze az öntözés problémákkal. Tehát lehet, hogy egy-egy zöldségféléknél lehet
egy áremelkedésre számítani, de általánosságban nem jellemző. Itt is fontos megállapítani, hogy a családi gazdálkodás méreteire való törekvése jellemző nálunk, sőt azt kell mondani, hogy néhány esetben ez a termelés körének, mennyiségének a szűkítését jelenti. Elsősorban külső földeken való zöldségtermelésről, kertészeti termékek termeléséről van szó, ezeket inkább egy kicsit visszafogják, és inkább a fóliákban magasabb, különlegesebb termékeknek, zöldségféléknek, paradicsomféléknek, paprikáknak az előállítására törekednek, ami nagyobb kézimunkát jelent, nagyobb hozzáadott értéket, de szintén csak családi méretekben. Ugye nagy nehézséget jelentett a kisegítő munkaerő megszerzése, az itteni növekvő bérek kifizetése, és ezért racionálisan be kellett látniuk, hogy a család az igazi gazdálkodó egység, amelyet ők biztonsággal tudnak tartani, de itt a gondolkodásban és a technológiában megfigyelhető egy jelentős változás, tehát nagyon képzettnek, felkészültnek kell lenni, minden termelőnek figyelnie kell, hogy milyen a zöldségeknél milyen magvakat, esetleg biológiai növényvédőszereket tudnak vásárolni, hogy tudják a fűtést csökkenteni, hogy tudják a gázzal való fűtést kiváltani, esetleg szénnel vagy fával, hogy lehet periodikusan kialakítani a fűtést a palántázástól kezdve a magasabb növények, a termőre forduló növényekig. Tehát azt figyelem meg, hogy nagyon felkészültnek kell lenni, és nagyon észszerűen kell gazdálkodni egy növénytermesztőnek, hogyha meg akar maradni a piacon, de ez egy kihívás, meg lehetőség is, hiszen ami kommersz árukínálat megjelenik mondjuk az áruházláncokon, láncoknál ők ezt speciális, különleges paradicsomokkal, paprikákkal, vagy más termékféleségekkel kiegészítik, és ezzel egy vásárlói réteget meg tudnak maguknak szerezni, el tudnak érni akár magasabb árat is ezen a szinten. Nagyon fontos kérdés a savanyúságok, illetve azok a termékek, amelyek a gyümölcskompótok és a többi. Látjuk, hogy a választék széles, de milyenek az árak? Voltak szintén az elmúlt hetekben áremelkedések a savanyúságok területén is. Egy-két alapanyag hiányzik savanyúság készítéshez, például ilyenkor ősszel télre fordulva a vásárlók nagyon keresik a különböző torma készítményeket. Ahogy említettem, sajnos tormátból nagyon szűk a kínálat, és elsősorban azt mondják, hogy a nyírségi területről vásároltak, de ott a aszálysújtott a területek miatt nagyon lecsökkent a termelés. De azt kell mondani, hogy azért a savanyúságok készítéséhez alapanyagok hozzáférhetőek voltak. Itt is a családi méretek néhány kisegítővel, mondjuk a leginkább keresett savanyúság készítünk a Gere család esetében, ez biztosítható, de itt is egy olyan családi vállalkozásról van szó, ahol a több generáció szülők, nagyszülők és most a gyermekek is minél szélesebb körben a saját gyerekeket, unokákat bevonják a termelésbe, értékesítésbe. Tehát itt is meg kell fogni minden forintot, hogy tudják ellensúlyozni esetleg az energiaárak növekedését a savanyúság készítéskor, mert például a gázt is használnak fel, a cékla készítéshez nem csak elektromos áramot használnak fel. Itt van a friss gyümölcsök szezonja, tehát házban fantasztikus, jó érzés körbenézni, hogy állunk ezzel a termékcsaláddal. A friss gyümölcsök esetében most a szőlő dominál, és nagyon sokféle szőlőt lehet vásárolni, illetve mustot is, amit szintén nagyon szeretnek a vásárlók. Most megjelent már a dió, a friss, tisztított dió a piacon, egy közeli lovasberényi nagy diótermelők kínálatában, de természetesen még az ilyenkor kapható szilva, alma kínálat nagyon gazdag, és nagyon sokat lehet vásárolni különböző célokra, akár eltennivaló szilvát például, vagy pedig különböző almaféléseket ízésnek megfelelően a savanyú íztől kezdve az édes almáig. Szerencsére
olyan gazdag ez a Fejér megyei terület, hogy nagyon jó almatermelő vidékek vannak, főleg a magyar almási almák nagyon kedveltek és híresek, és szerencsére jó a termésről számoltak be, és így a almából biztosított lesz egész évben a megfelelő ellátás. Nagyon fontos kérdés a tej és a tejtermékek, sajtok ára és minősége, mennyisége, hiszen azért tudjuk, hogy a szarvasmarha tenyésztőket is megviselte az asszály, leginkább a takarmányozás okán, illetve a megnőtt költségek okán. Igen, nagyon nehéz hozzájutni megfelelő gabonatakarmányhoz, kukoricához, gabonafélékhez, de a kismértékű növekedés volt megfigyelhető az árakban. Nálunk nagyon széles a kínálat, egészen a kecske sajtoktól és a kecsketejből készült tejtermékekből kiindulva egészen a tehén tejből készült lágysajtokig, vagy a kemény sajtokig, a magas minőségi sajtokig, tehát amelyet nálunk a csurgodombi sajtkonyha képviseli ezt a magas minőséget, akik nagyon sok budapesti szállodának is szállítanak, de itt vannak mindig rendszeresen a piacon, sajtokon kívül gyümölcskészítmény, sajtokon kívül vannak gyümölcsjoghurtjaik, tehát a tejtermékek feldolgozásával is foglalkoznak. Tehát így azt mondom, hogy sajtból is, kecskesajtból, tehén sajtokból is nagyon széles a kínálat. Ebben az évben további áremelkedésre, ilyen kisebbre lehetnek rákényszerítve, hogyha az újabb-újabb energiaszámlák ezt indokoltá teszik majd. És akkor végül maradtak az édesipari termékek, hát jó itt körülnézni nyilvánvaló, hiszen hagyományos lisztből és gluténmentes termékek egyaránt kaphatók. Igen, a süteményeknél még megemlítem a péksüteményeket, illetve a pékárukat. Hát ugye ez eléggé energiafüggő, de itt is a méretnagyság meghatározza az, hogy ki mennyire könnyen tudja átvészelni ezt az időszakot. Családi méretű pékségeknél nincsen különösebb gond. Nyilván a liszt drágulás jelentett problémát, volt áremelkedés 10-15%-os mértékben. A nagyobb pékségeknél, ahol nagyobb a energiafelhasználás, ahol a kemencék gáza fűtik, ott már komolyabb problémák vannak, de egyelőre nem tapasztaltunk olyat, hogy emiatt valakik csökkentették volna a termelésüket, ők is még talán kívánnak ezekben a hónapokban. A sütemények kevésbé energiaigényesek, a piacon elég széles a választék, most legutoljára ismét nagyon jó minőségű tortákat lehet kapni, gluténmentes, laktózmentes, diabetikus változatokban. És hát mindig örömteli, hogyha a piacra újabb és újabb eladók, árusok érkeznek. Most például a legutóbb Pápáról érkeztek meg ilyen süteménykészítők, akik nagyon magas szinten ezeket a gluténmentes, laktózmentes süteményeket árusítják. Befejezésül essék szó az épületről, hiszen az elmúlt időszakban már számtalanszor beszéltünk arról, hogy a bővítés elindult, mármint a tervek. Hogy állunk most? A tervek engedélyezése megtörtént, és a kiviteli tervek is elkészültek, és a kivitelező kiválasztása történik ezekben a napokban. Mi arra készülünk, hogy november hónapban átköltözünk egy másik piaccsarnokba, amely itt van a jelenlegi csarnok mögött, csak 20 méter távolságra, és szünet nélkül zavartalanul fog ez a termelői piac üzemelni a felújítás idejére, illetve hát köztudott az, hogy egy új ekofamiliáruházat építenek a piac mellé, és ez a beruházás, a komplex beruházás, amely összességében közel 1 milliárd forint nagyságrendet fog elérni, ez olyan 8-10 hónapig fog tartani, tehát jövő nyár végére, jövő elejére várható, hogy sokkal magasabb minőségű infrastruktúrális feltételek közé tud visszaköltözni majd a piac, illetve hát gazdagodik egy olyan áruházzal, amely a mi friss áruinkat, háztai termékeinket kiegészítik a magyar
elsősorban tehát a magyar csomagolt termékekkel, háztartási cikkekkel, édességekkel, italokkal, tehát egy ilyen magyar tulajdonú mini bevásárlóközpont fog itt kialakulni ezen a területen, amely ilyen formában talán páratlan akár Magyarországon is. Regionális termelői piacra várták a vásárlókat a civil központ előtti téren. Az Agrárkamara és a Gazdakörök Fejér megyei szervezete hozták el termékeiket a vásárra. Szombaton délelőtt termelői piaccal folytatódott a Cselekvő Fehérvár közösségfejlesztő program. A Fejér megyei Agrárgazdasági Kamara és a Székesfehérvár és környéke Gazdaköre Egyesület szervezésében a vásárlók a Fejér megyei termelők friss portékája közül válogathattak a civil központ előtti téren. A Fehérvári Civil Központ és a Székesfehérvári Gazdakör termelői vásárt szervezett az Áron Nagy Lajos téren, hogy a megyeszékhely belvárosához közel a lakóknak megmutassa a Fejér megye által megtermelt finom agráriumhoz kötődő termékeket, portékákat, és hogy ezáltal a lakosság megvásárolhasson olyan ízletes és friss termelői élelmiszereket, amelyeket közvetlen az előállítóktól tudnak megkapni. Így ezáltal megvalósul a rövid ellátási lánc, tehát a termőföldtől az asztalig nagyon rövid utat tesz meg az élelmiszer, ezáltal garantálható a frissesség és a nyomon követhetőség is. Ez egy folyamat része, ha jól értem, tehát nem önmagában csak egy akció. Igen, a Fehérvári Civil Központtal célunk, hogy ezt követően ehhez hasonló rendezvényeket is létre tudjunk hozni, hogy a kisebb vállalkozásoknak ezáltal egy olyan árusítási lehetőséget tudjunk biztosítani, ami segíti a működésüket. Zöldség, gyümölcs, friss pékáru és illatos füstöltáru is kerülhetett azoknak a kosarába, akik szombaton reggel a Fehérvári Civil Központ előtti térre indultak el vásárolni, hiszen széles választék várta a vevőket. Nagyon szeretjük ezeket az alkalmakat itt a Fehérvári Civil Központ előtti téren. A Vegyél Fejért kis mozgalom, ez 2020-ban indult el a pandémiával, hogy teret adjunk a székesfehérvári Fehér megyei kézműveseknek, termelőknek ahhoz, hogy érvényesítsék magukat a fehérvári vásárlóközönség előtt. Én nagyon boldog vagyok, hogy Varga Imrékkel egy kicsit szorosabbra fűződött a viszony, és a Székesfehérvár és környéke Gazdakör Egyesülettel tudunk együttműködni, hogy a zömében inkább kézművesek lakta civil központ előtti téren a termelők is megjelenhessenek. Készülünk együtt több ilyen alkalomra is, hogy itt megtöltsük ezt a teret, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy mind a vásárlók is látják azt, hogy milyen érték van itt ilyenkor az asztalokon, és tényleg tudják ebben a nehéz gazdasági helyzetben támogatni azokat a Fejér megyei termelőket és vállalkozásokat, akik egyébként értük dolgoznak minden nap, és az a fajta igény meg tud valósulni, hogy termelők minőségi áruik kerülhessenek a fehérvári asztalokra. Úgyhogy én remélem, hogy itt most úgyis készülünk itt a karácsonyra, adventre, mindenre, és hogy még sokszor tudunk itt találkozni a jövőben a vásárlókkal, és ezzel tudjuk segíteni azokat, akik pedig itt az asztalokra kitették a finomabbnál finomabb terméseiket és terményeiket. A program ezzel a vásárral nem ért véget, idén még bizonyosan találkozhatunk termelői árukkal, amelyek minőségben és árban is vonzák a fehérvári vásárlóközönséget. A megyeházán találkoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Fejér megyei résztvevői. Az adománygyűjtés sikeresen zárult, idén is sok felajánlás érkezett a gazdáktól. 2022-ben immáron 12 éve indult el a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program adománygyűjtése az egész Kárpát-medencében. A magyar gazdák ennek során gabonájuk egy részét nemzeti összefogással a rászoruló anyaországi és külhoni magyar gyermekek ellátására adományozzák.
A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ebben az esztendőben a Megyeházán értékelte a programot. Immáron 12. alkalommal rendezzük meg a Magyarok Kenyere rendezvényünket. Az agrárium kapcsán Délfehért ki kell, hogy emeljük, különleges teljesítménnyel bír, de a megye egész a vonatkozásában is azt gondolom, hogy gazdáinkat köszönet illeti meg. Mindannyian tudjuk, hogy milyen nehéz időszakon vagyunk túl, akár az aszály vonatkozásában is, de ez most ez az elhibázott háborús politikára adott elhibázott szankciós rendszer is azt eredményezte, hogy iszonyatos drágulás van, amely az agráriumot is kimondottan sújtja. Ennek ellenére külön köszönet a gazdáinknak, hogy idén is teljesítették a felajánlásaikat. Azt gondolom, hogy talán a segítségnyújtás és a közös felelősségvállalás az az alapja a mai rendezvénynek, amit ők biztosítottak nekünk. A kenyér vonatkozásában pedig azt gondolom, hogy kevés olyan dolog van, ami mindent összefoglal, hiszen a kenyér az isteni gondviselést, a teremtő erőt, az összetartozást, a két kezek munkáját mind-mind összefoglalja, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai rendezvény ez több szempontból is szimbolikus és példás. Simon László Fejér megye főispánya hangsúlyozta, hogy mi a világ magyarsága egy kenyéren vagyunk, amely 15 millió búzaszemből áll össze a nemzettestévé, és amelynek kovásza az összefogás ereje. Ez a kezdeményezés mi évek óta itt Fejér megyében is példaszerűen fut, ékes példája annak, hogy a magyar agráriumban nem csak a profit, vagy a termelékenység, termés kiáltások javítása a lényeg, hanem a nemes gondolatok mellé állás is, és évről évre több felajánlás van, évről évre több gazda járul így hozzá ez nemes ügyhöz. Fejér megyében mit, ugye nagyon jó minőségű földekkel rendelkezünk, nagyon szép termelékenység is, és gazdasági eredményeket értek el a gazdák, ilyenkor gondolnak másokra, és gondolnak azokra a kedvezményezettekre, akik most részesülnek ebből az adományból. A Fejér megyei Agrárkamara tagjai büszkék lehetnek, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan derekasan kivették a részüket az adományozásból. Úgy gondolom, hogy Fejér megye a lehetőségeihez mérten az idei évben is mindent megtett a Magyarok Kenyere program sikeréért. 4 gyűjtőponton 260 gazda adományozott, és 23.240 kg búzát ajánlott fel. Ebből a mennyiségből 16.270 kg liszt készült 1 kg-os kiszerelésekben, amiből 6.160 kg-ot küldünk Kárpátaljára, a fennmaradó mennyiséget pedig Fejér megyén belül 11 jótékony tevékenységet folytató szervezetnek ajánljuk föl a mai napon. Kis Norbert, a Gazdakörök megyei elnöke az első pillanattól kezdve szervezi a mezőföld gazdáinak szolidaritási akcióját, amely ma már a diaszpora teljes gazdaközösségét felöleli. A gazdák szerepe nagyon fontos ebbe a kezdeményezésbe, mert ez egy összefogást szimbolizál, hogy a Kárpát-medencei magyarságot hogyan tudják gazda szemszögből összefogni, és azért is az elnevezése a 15 millió búzaszem, tehát hogy a magyar lakosság, vagy nem is lakosság, hanem magyar emberek, nemzetiségű emberek összetartozását jelképezze. És a gazdák nagyon jó szívvel felajánlják, annak ellenére, hogy az idei évben itt a Kárpát-medencében elég súlyos aszály söpört végig, és remélhetőleg a későbbiekben erre nem fog még egyszer előfordulni ilyen szintű aszály. Kauzerné Szabó Virág úgy véli, az ifjú gazdák számára példa az összefogás, ami egy ilyen programot kiteljesít, hiszen egy olyan jövőképet vetít a fiatalok elé, ami felelősségre hív. Az ifjú gazdák is évről évre aktívan részt vesznek az adományok gyűjtésében. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés, ami mellé mindenféleképpen az ifjú gazdáknak is oda kell állni, és támogatnunk kell ezt a programot. Ebben az évben ennek különösen nagy jelentősége van, hiszen az osztályos év következtében sok területen nem tudtak annyi gabban elbetakarítani, mint amennyire szükség lett volna. Így az idei évben még nagyobb szükség van arra, hogy támogassuk a rászorulókat, támogassuk egymást, és ebben maximálisan igyekszik az ifjú gazdák Fejér megyei gazdaköre is együttműködni a programban dolgozókkal. A Magyar Örökségdíjas program ez évben is beváltotta célját, a búzatermésből bőségesen jutott a rászorulóknak. A gazdák teljesítették vállalt feladatukat, elvetették, majd learatták a gabonát, lisztet őröltek, hogy az abból sütött kenyérrel segítsék a rászoruló családokat. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!
műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.